Német Ádám vagyok, a DPC Consultingnak vagyok oktatója és fejlesztője. Egy körülbelül 10 fős fejlesztői csapatot vezetek, akikkel napi szinten e-commerce rendszeret kell dolgozni, és e-commerce rendszerek frontendjével foglalkozunk el inkább. A mai napon arról szeretnék beszélni, hogy körülbelül egy évvel ezelőtt elkezdtünk éves projekten GraphQL-t használni. Egy RESZ-es API helyett kezdtünk el GraphQL-t használni, és szeretném elmondani azokat az információkat, amiket így összegyűjtöttem ez alatt az egy év alatt, és megismertem, és bemutatkozottak ezeket a dolgokat. Eredetileg én úgy gondoltam, hogy ez egy live coding előadás lesz, amit nem vetek el, viszont nem kellett annyira felkészülnöm rá, amennyire szerettem volna. Tehát, hogyha lehetkódolni fogok, lehet, hogy sokszor elő fog fordulni azt, hogy dokumentációt fogok nézni közben, mert nem sikerült mindent analizálnom, és leginkább én napi szinten kiestem a mindennapi kódolásból, tehát nincsenek ezek a kódok így az ujjamban, de van valami kollégám, és legfeljebb tőlem megkérdezett, hát ha gyorsabb lesz tőle megkérdeznem, mint hogy a dokumentációt felkutassam. És egyébként is úgy gondoltam ezt az egész előadást, hogy szeretném picit interaktívabbá tenni. És nem ez a szokásos, én előadok itt egy 40 perc, 60 percen keresztül, ti meg figyeletek, vagy nem. És utána kérdeztek, hanem én arra húzítottam titeket, hogy bármi kérdésetek van, nyugodtan közben kérdezzetek, és megpróbálok rá válaszolni. Úgyhogy ezt az interaktív részt már így most elkezdeném, mert így látom, hogy elég egyes a társas, meg is szeretném azzal a tisztában lenni, hogy kinek milyen ismereteni vannak, mi az, amit esetleg kicsit mélyebben beszélje, mi az, amit viszont biztos, hogy kihagyhat. Úgyhogy az a kérdésem, hogy az a két kifejezés, ami így a címben is szerepel, hogy rest, az kinek mond valamit. Jó, nagyon jó. A GraphQL kifejezés kinek mond valamit. Jó, ez már kevesebb. Valahogy erre is számítottam. És ki az, aki aktívan fejlesztőként dolgozik közöttek? Jó, többiek tanultok? Még vagy csak úgy érdekel. Jó. Ki az, aki backend fejlesztőként dolgozik? Nagyon jó. És ki az, aki frontend fejlesztőként dolgozik? Full stack? Oké. Jó. Ahogy én mondtam, én nem frontend fejlesztő vagyok. És mégis miért fogok egy olyan indulást tartani, aki nem feltétlenül mint ugye egy API vagy gateway-nek a fejlesztője, miért van nekem jogosultságom ugye erről a előadásra. Igazából azért gondoltam, hogy erről szeretnék beszélni, mert a GraphQL logikája mögött leginkább az van, hogy a frontendnek az adatkezelése eléggé távol áll, mint egy RESZ-es adatkezelés. Tehát így nem tudom, hogy mennyien dolgoztok így frontend fejlesztővel együtt, akik fejlesztetek REST endpointot. Hányszor volt az, hogy a frontend fejlesztő odament és megkérdezte, hogy nem lehet nagyon másképp adni az adatot. Ez így hány ember fordítva. És mik voltak egyébként ezek a kérdések, amik így leginkább frontend fejlesztőtől jöttek? Hát az egyszerűbb, amikor vagy hozzá plusz nevű. És ez a pluszmező szerepel mondjuk az adatbázisban az adott entitáson? Olyanok nem fordulnak elő, amikor így mondjuk egy kapcsolódó entitás szeretne látni a frontendes az adott entitáson? Illetve többet? Tehát olyanok, hogy amilyen számítást kell érni. Tehát vagy valamilyen virtuális adatot szeretne látni, a frontendes, vagy pedig egyébként frontendesként nekem a rémálmom az, hogy egy ilyen konkrét API-t bemutassa,
A Star Wars apit tudom így példaként hozni, nem tudom, hogy ismeritek-e, de ez egy egész jó resztes dokumentáció, illetve resztes api. És tessék, itt van ez az adat struktúra, és ahol nekem frontendesként bajom van, az a következő. Ez a Homeworld, Films, Species, Vehicles, Starships. Oké. Okay. Mi a bajom ezzel frontendesként? Erre valaki tudja a választ. Vagy engem miért zavarnak ezek a részek? Illetve, hogy mik ezek a részek maguk, ugye másik entitásra mutató link. Ez az, ami kevésbé zavart, vagy nekem az iterációt kell végezni. Inkább itt van a jó válasz, hogy api hívást kell végezni. Tehát minden egyes kérésért, tehát hogyha én azt szeretném ebből megjeleníteni, hogy Luke Skywalker melyik filmekben szerepel, nekem az az információ, hogy ezen az endpointon megtalálom, ez azt jelenti, hogy minden egyes olyan megjelenítésért, hogy a 1-es, 2-es, 3-as, 6-os és 7-es filmnek a címét elkérjem, egy-egy kérést kell a szerver felé intéznem. Tehát itt nálam ez ugye elég ilyen, hát nagyon nem szeretett tulajdonsága lesz. És itt jön az a két szemlélet össze, hogy frontendesként én mit látok? Egy felületet látok. Egy felületet látok, amit adatokkal akarok feltölteni. Backendesként mit lát az ember? Adatokat. Adatbázis táblát. És főleg ez ugye a relációs adatmodellek, vagy a relációs adatbázisok elejéig, amikor ezt kliensek néznek ki. És jönnek akkor ugye azok a megoldások, amikor a backend fejlesztők elkezdik a frontendes nyomásra felfokolni itt az entitások tartalmát. Hogy szokott ezt kinézni? Ki az, akinek van erre a tapasztalata, hogy mi szokott a következő lépés lenni ilyenhez? Pontosan, gondolkodás nélkül az összes elemet belehányunk, az összes propertitet, hogyha ennek a filmsnek van, mindjárt megmondjuk hány adatom. Ó, köszönöm. Tehát, hogy így van még itt 5 darab adat, meg a különböző karakterek, különböző Planetech, Starship, Vehicles, Species, stb. És ilyenkor szokott még egyébként a backend fejlesztő olyan túlzásba esni, hogyha egyszer azt kérted, hogy nested objectet szeretnél benne, akkor az összes nested objectet feloldja. Még hogy olyan problémákban is ütközik, hogy körkörös dependent, vagy körkörös hivatkozásokat talál. És a legszebb, hogy ezt teszedés nélkül odaadja a frontendesnek, a frontendes még fél napig teszed, hogy látom, hogy ahol. Tehát, hogy így volt ehhez szerencsém, és így nagyon-nagyon zavaró ez a fajta együttműködés. Hogy így nehéz megbeszélni. Oké, akkor mi lehet megoldás? Adjunk a frontendes kezébe lehetőséget, hogy eldöntse, hogy mit szeretne megkérni. Erre egy példa. A Google Books-nak az apja. Ahol... Mi van ez a reference? Tehát itt van ez a volume list, ahol keresni lehet a Google Books-nak a apjában, hogy szeretnék megtalálni egy könyvet. Itt mondjuk
egy ilyen Daniel Keyes keresőszót megadok, és ha szépen lefutom, persze bejelentkezek. Akkor itt egyébként egy egészen jó találati listát kapok vissza. Ez már valami olyasmi, amit azért frontend fejlesztőként szívesen lát az ember. Itemek vannak, az itemekben vannak különböző információk, self-link, azért, hogyha egy bővebb oldalra akarod menni. Itt vannak a dolgok. És ez így egy egészen jól megnézhető, meg nem nézhető dolog már frontendes. Ellenben ennek az endpointnak van egy olyan tulajdonsága, hogy projection. Ezzel a projection-nel fejlesztőként vagy resten ki az, aki találkozott már? Mi ez a projection? Aztán megmutatom időben, így ezen az opin, ha azt mondom, hogy full, akkor nagyjából megkapom azokat az infókat, amikre itt az elő láttam. Ha visz, ez az a beállítása egyébként ennek az API-nak, viszont ha azt mondom, hogy light, akkor itt látható az, hogy elméletileg ez kevesebb. Ez a full. A light miért adott többet, mint a full? Full adott több? Bocsánat, ezen így annyira nem áttekinthető. De hogy így az a különbség, hogy ugye ezzel, hogy a projection paramétert átadom, vannak a backend-en előre beállított adott szerkezetek, amikkel meg tudom mondani, hogy melyik adott szerkezetre van szükségünk. Na, ez már egy nagyon jó előrelépés, legalább a recipe kialakításában, hogy a frontendes már tudja vezérelni azt, hogy mire van szüksége. Oké, de az a probléma még mindig fent áll, amikor a frontendes olyan, hogy szeretne még egy entitást látni, mondjuk a byte-on, és ezért nem akarja a full-tekét. Akkor jön ugye az, hogy jó, fölrakjon backendes. És itt van az, a pont, ami egy nagyon-nagyon nagy különbség a frontend, vagy a GraphQL és a REST között. Mert ebben az esetben a frontendesnek el kell mennie a backendeshez, meg kell kérnie, hogy rakjon fel még egy mezőt, és addig az ő munkája akár blokkolódik is, az a backendes odaér, megvárja, stb. Tehát ez így viszonylag menedzselhetetlen, és az, hogy a csapatok egymásra várjanak, ez sosem teszünk be egy projektnek, és akkor még ott van az, hogy a csapatok elkezdenek egymást mutogatni, hogy de akkor ezt meg tudja csinálni a frontend, miért nem tudja fújt, a frontend mint a performance is, stb. Tehát, hogy így szerintem ilyenekkel lehetne találkozni. És akkor ott van, ez már egy teljesen jó irány, és így azt mondom, hogy még szerettem is használni a ASS backendet. És akkor jött az a irányváltás nálunk, hogy nézzük meg, hogy mit tudom a GraphQL. Ki az, aki ismeri egyébként a világ szerintem a legnagyobb GraphQL gyűjteményét, vagy egyébként ezt a GraphQL gyűjtemény maga a Facebook alapján használja, csak ők Open Graph-nak hívják igazából. És ez egy olyan koncepció,
bocsánat. Gráfati, bocsánat. Annyi mindent hívnak gráfat a Facebooknál, hogy összefoglalják. Ez a gráfati, amit a Facebook a developerek kezébe ad, ő az, aki egy ilyen egészen más megközelítést ad. Ugye miért? Mi az, amit ez a gráfati tud? Gráfati Explorer tud. Nyilván. Na. Oké. Szóval így mi az, ami itt itt ugye megvan, vagy mi az, ami többet tud adni egy ilyen GraphQL-es API a frontendesek kezébe? Az, és mi az, amit a backendesek kezébe tud adni? Backendesként tökre jó, hogy neked azt kell megcsinálni, hogy az adott fieldre, amit itt a GraphQL kiad, arra meg kell adnod, hogy ezt hol fogod megtalálni. És erről szól az egész. Frontendesként meg össze tudod válogatni, hogy miket szeretnél visszakapni. Tehát így a mind a két fél viszonylag egyébként boldogan tud végezni, hogy a backend jelenleg van mindent, amit szükséged van, és rábízza azt, hogy mit kell elkérni. Frontendesként meg úgy tudom optimalizálni azt, amit van szükségem, hogy lekérem az adott kódrészletet, vagy nem kérem az adott fieldeket. És erre egyébként egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy mindezt egyébként ugyanúgy a HTTP kapcsolaton keresztül, igazából POST kérésekkel, meg inkább POST kérésekben a body-ban egy igazából, hát nem mondanám kézen struktúrának, nem az, mert ugye nem követő a JSON szintet, mert egyébként körülbelül a body-ba egy ilyesmit írsz, hogy mondjuk így adsz egy megfelelő query-t, amit szeretnél megkérni például, így hogy bár, akkor utána egy másik kapcsolat ember után megmondod, hogy ilyen szeretném az ID-fieldet lekérni, akár valami névfieldet, és így szépen egymás alatt felsorolod és bezárod a dolgokat. Igazából olyan picit fura, meg ismeretlennek tűnik. Valójában frontendesként ez egy JSON object deklaráció is lehetne számunkra, úgyhogy számunkra ez egyáltalán nem egy ismeretlen szintaxis. Úgyhogy viszonylag, ha a GraphQL-t elkezdjük használni, mindjárt. És ugye és amit így az elmúlt egy évben megtanultam, vagy mi az, amit így hozzá tudok adni a számunkra a GraphQL,
Mi a GraphQL-t úgy kezdtük el implementálni, hogy megmaradt továbbra is, hogy bekendünk egy RESTes bekendet. Ezen így nem tudtunk változtatni, nem is volt rá a bekendes oldal nyitottság, viszont a frontenden olyan szintű logikákat kellett elvégezni, amik olyan performanciális issúkhoz vezettek, hogy egy oldal 10 másodperc alatt sem töltött be. Az azért frontendesként egy eléggé tartatatlannak vélt dolog, és ez úgy nem töltött be 10 másodperc alatt, hogy egyébként a képek kezsmán voltak. Csak egyszerűen rengeteg adott volt, rengeteg olyan logikát tolt le ránk a backend frontendre, ami nem szabadott volna. És hát ez azt mondja, egy ilyen másfél. Még a van napig sikerült harcolni a backendbe azért, hogy gondolkozzunk, hogy mit adunk át. A kérdés? Így van. Tehát fogtunk és eléraktunk egy GraphQL szervert. És a backendünk továbbra is egy ekkora adatstruktúrát ad vissza, viszont frontendesként nekem nem kell kérni az ekkora adatstruktúrát, de nem kérni. Teljesen jó és teljesen rendben van ez. Mi az, amit viszont még mindig nem adott meg? A GraphQL és a szerverünk közötti, backend szerverünk között ugyanaz a forgalom meg. Tehát ezzel tényleg sajnos nem tudunk mit kezdeni, egyetlen egy dolog van, amit ebben az esetben tudunk csinálni, cache-et. Beállítom egy Redis cache-t, bármit, ami segíti azt, hogy ez a forgalmat minimalizáljuk. Egyébként nekünk ezek a iszonyatos nagy adatstruktúrák leginkább a különböző listáknál voltak. Ez úgy működik effektíven, hogy a backend és a frontendes Így van. Ez egy átmeneti megoldás. Tehát ez az, hogy legalább a frontend felé nincsen akkora network traffic. Ebben egyébként nagyon-nagyon jól tud segíteni. Viszonylag egyébként gyorsított is az oldalunkban. Tehát elég sok mindent megtett, illetve ha már ott van, akkor célszerű volt az összes számítós logikát, amit lehetett ápolni a szerver oldalon. És per pillanat úgy néz ki a mi ilyen setupunk, hogy van a frontend alkalmazásunk, az egy React alkalmazás server-side renderinggel, ezért van mögötte is egy szerver. Miután van mögötte egy szerver, ezért egy Redis cache-sel be van kötve a frontend szerverünk és a GraphQL API közé a Redis cache, úgyhogy ott van egy cache-ünk. Ott van a GraphQL szerverünk, és a GraphQL szerver és a backend szerverünk között van még szintén egy Redis cache. Tehát picit overkill-nek tűnik, viszont performanciálisan sokkal jobb ahhoz képest, amikor úgy nézett ki az alkalmazásunk, hogy a frontend alkalmazás ilyesbe volt egy API layer különböző security még a valós API-nk előtt, és ez direktbe hívta a backend alkalmazásunk API-ját. Ehhez képest ott annyi volt, hogy ide azt mondjuk, itt volt egy darab Redis közbeiktatva a folyamatban. Így. Ez csak a szerver-szerver, mert én is
Sőt, valójában az a rediszkes múlt volt, már itt volt. Mert külön nem volt a frontendnek szervere, hanem ugyanez az a szerver szolgált. Tehát ehhez képest egy egész jó performanciális jogulásunk volt. És ez most az első lépés egyébként, amit megtettünk. A következő lépések, amik még jelenleg kidolgozás alatt vannak, de amelyik irányba el tudunk menni, hogy mi jelenleg a GraphQL DM-ünket egy GraphQL gateway-ként, vagy API gateway-ként használjuk. És bármilyen kérést, ami a backend rendszerektől kell, hogy kiszolgáljunk, csak ezen a DM-en keresztül szeretnénk a jövőben kifele publikálni. Semmi másképp nem szeretnénk beengedni senkit az alkalmazásunkra. Illetve az adatainkhoz hozzáférni. Ami ugye még itt kihívásokat tesz, hogy szeretnénk ugye azt, hogy minél gyorsabban tudunk válaszokat kapni, és itt van az, hogy vagy a különböző HTTP rendszereket kell fölkészítenünk arra, hogy külön GraphQL szerverként, vagy GraphQL API-ként működjenek, és valójában a mi gateway-ünk csak proxizom. Egyébként ezt nagyon-nagyon jól támogatja is különböző GraphQL megoldások. Mi egyébként az Apollo nevezetű GraphQL implementációt használjuk. Mind server-side, mind client-side biztosít API SDK. Tehát mi őt használjuk, és maga ennek az implementációja teljes mértékű támogatja azt, hogy különböző más GraphQL endpointokra lehessen tovább hívni róla. Úgyhogy így ez nagyon-nagyon hatékony lehet a jövőben, és szeretnénk azt, hogyha rá tudjuk venni magát az egyéb háttérrendszereket, hogy kezdjenek el ők is GraphQL endpointokat adni, az nagyon jó. Viszont a következő rész az az, hogy ha ez nem megy, akkor meg menjünk egyet a szervezetre. És legalább a lekéréseknél mikroszerviszeket építsünk a DB elé, és ezek a mikroszerviszeket hívjuk meg a API gateway-ünkön keresztül. Leginkább ez a következő, ami fele szeretnénk elmondani az egész fejlesztést. Igen? Valakinek kérdése? És hogy ezt képzel, ezt az képes, hogy itt egy egyetlen végig pont van, amit szigoratom, amiket képzel, hogy mivel más a jelítő, hogy tudok egy teljesség össze, ahogy felállít, Teljesen jó a kérdés. Igen, egyetlen endpointot hívogatunk. És ez alapján maga a body alapján, amit elküldünk, az alapján fogjuk tudni megmondani, hogy mit szeretnék. Úgy néz ki egyébként ez az endpoint megoldás. Itt földöttem egyet, hogy van egy ilyen dokumentációnk, hogy amiért egyébként magát az Apollo szeretem, hogy ad egy ilyen playgroundot, amivel ki lehet próbálni, hogy mit és hogyan működik, és ő összeállítja a kéréseket. És ahhoz, hogy itt bármilyen lekérést tudjunk írni, igazából tényleg annyira van szükségünk, hogy ide szépen beleírjuk a kérésünket, ahogy gondoljuk, és hogyha egy másik query-t szeretnénk meghívni, akkor csak ezt átnevezzük, és az ő adatait szedjük. Ezt így megpróbálom megmutatni. Tehát én így megpróbáltam előkészíteni egy
kis projektet. Igen, valahol itt vesztem el az előbb. Segít? Vagy legyen még nagyobb. Tehát, oké, adjunk vissza valami adatot is. Ugye, ha itt bookunk, titleünk meg autorunk van, akkor csináljunk most gyorsan egy olyat, hogy const books, most books egyenlő, hogy öré legyen, amiben title, köszönöm. Title mondjuk és elméletileg a booksnál azt mondjuk, hogy ütöm books, akkor már is kapunk vissza egyébként. És ugye, hogyha itt már azt is hozzáveszem, hogy oszor, akkor visszakapunk adat. És akkor csináljunk mondjuk egy endpointot, ahol föl tudok venni olyat, hogy egy új, ahol mondjuk próbáljunk meg szűrni ezek között a könyvek között. Legyen mondjuk még valami. Mondjatok nekem valami könyvet. Inkód. És a szerzőjét sose tudom. Tehát, hogy így viszonylag egyszerűen megjelent. És akkor legyen egy olyan, hogy szeretnék ugye egy darab bookot visszakapni, akkor itt azt mondom, hogy book, és itt megadok paramétereket, mondjuk azt, hogy ószor, és azt mondom, hogy ugye ő egy string típusú. Mi az, amit egyébként én nagyon szeretek az Apollo client-be, az, hogy típusos. Tehát magán a kliensen típusokat tudunk definiálni, és nem kell nekünk azzal szenvednünk, hogy ezt a típus checket megcsináljuk. Erre egyébként RESTen is ugye ott van a különböző megoldások, talán a Swagger az egyik leghíresebb, és ő megoldja nekünk ugye ugyanezt a feladatot, és viszonylag egyszerűen lehet őt is kezelni. Itt megint van egy ugyanilyen túlmunk, ami ezt a kicsit sokkal mindenkor. Nálam van lehetőség, hogy
mondjam, hogy vannak. Sőt, vannak olyan keretrendszerek, amik akár megoldják azt, hogy megírsz egy teljes GraphQL sémát. Ugye egyébként itt be a GQL template-be írjuk meg a GraphQL sémát. És a sémából regenerálja a modellt, mind a TypeScript-re, mind a DB-be, stb. Vannak megoldások. Egyébként ilyen gyakorlásképpen van, nincs írtunk saját maguknak ilyen generátorokat, ezeket be lehet venni, szerkeszteni a... Erre vagy őszintén nem tudok válaszolni. Tehát, hogy én jó részt ilyes vonalon mozgok, és ilyes vonalon tudom, ilyes fájszakon mozgok, ott tudom, hogy ezt tudok készíteni. Azt is tudom, hogy PHP-ben van library, amit a backend, tehát a saját alkalmazásodban fel tudsz használni, és már GraphQL-ként adja ki a dolgokat. Nem tudom, hogy ez mennyire ennyire egyszerű, hogy akár modellig legyen, modell DB, stb. Generálja, de szerintem biztosan találni rá különböző megoldásokat. Adott nyelvű változatot. Én ezért úgy veszem észre, hogy azt mondom, a Facebook egy ilyen 5 éve biztos, hogy meghasználja ezt a GraphQL elképzelést. Úgyhogy vannak kiforrott megoldások. Egyáltalán nem annyira új szerintem a technológia, hogy ne legyenek ezek meg. Inkább én azt érzem, hogy most kezdett el leginkább kifelé is tudítani, és elérhetővé vált, hogy szimpla, egyszerű alkalmazásokban is próbáljuk meghasználni. Úgyhogy így. Szerintem folyasztható mondjuk és azt hiszem egyébként, hogy jól emlékszem, maga az egész GraphQL elképzelés az ebből a Facebook-ból indult ki. Tehát azóta lehet, hogy ők picit változtattak rajta, módosítottak a dolgokat, és így egy picit vagy lehet, hogy már eltérnek, de azért normális ember mindig nem van vissza. Prisma vagy Prism, aki egyébként ilyen szintű túlt ad. Tehát ő aki egyébként ilyet tud, hogy egy már meglévő relációs adatbázisra rá tudod építeni. Igen. Úgyhogy így vannak ilyen próbálkozások,
eléggé sok mondhatni. Például a Prismáról annyit néztünk utána, hogy végül is rázban írták magát az alkalmazást, és hogy körülbelül ilyen 16 megás memória szükséglete van, amit még elég kell adni a DB-nek, és van egy GraphQL, milyen se bármilyen DB-nek. Úgyhogy azért mindig ugye, ami preview, az érdemes úgy kezelni, hogy még azért tudásomban nem, de azért így a jövő az elég érdekes. Úgyhogy ilyen. És közben félben alatt egy olyan beszélgetés, hogy ugye egy endpointot hívunk. Egyébként ez nem mindig igaz. Mivel a GraphQL feliket egy persisztált. És olyankor, ha persisztált a GraphQL feliket, akkor getes kérésként is küldhetsz egy kérést, és onnantól kezdve nem azt fogod felküldeni, mint az első persisztálási kérésünk volt, hogy szeretnéd a ezt meg ezt a mezőt, hanem egyszerűen egy ID-t fogsz fölküldeni, és a szerver ebből az ID-ból tudja, hogy te melyik felét küldted be. Micsoda? Igen. Tehát, hogyha ugyanazokat kell gyakran lekérned, az a persisztálás egyrészt caching szempontjából is jó, másrészt meg elrejted az adatstruktúrádat. És szerintem ez azért egy eléggé nagy előny, ha a security veszik alapul, hogyha van mód, akkor nem fogod exkluzolni az adatstruktúrádat, még egy megnehezített a hackerek dolgát. Igen. Tehát, hogyha ez megint ugye az, hogy korábban lesz engedelme, mennyedet, stb. Ugye ez egy megint jó kérdés a security-vel foglalkozók között, hogy ezt engedjük. Úgyhogy így alapvetően ez egy eléggé szimbolikus nekem, és hogy őszintén legyek, az elmúlt egy évben én eléggé beleszerettem, és most, hogy készültem az előadásra, jöttem rá, hogy az Automation felszínűen is alakítok. Tehát amit mi most használunk, az tényleg inkább csak a lekérések és a mutationnak a használata. Igen, tehát GraphQL-ben kvenkel és mutationok vannak. Ezek felelnek meg a lekéréseknek és módosításoknak. Illetve a substitution, igen, köszönöm. A query azt tényleg getter kérésekhez tudom hasonlítani a resztes világban. Az update, a mutation az így körülbelül egybe a post, a put, a patch, a delete, ezek. Tehát maga a HTTP rétegen poszttal vagy getter. És igen, ezzel elvesztjük azt az előnyét a RESZ-nek, hogy magából a HTTP kérdésből tudjuk, hogy milyen utasítást kell elvégeznünk. Ezt nekünk ugye szerve oldalon le kell kezelnünk, hogy a mutationból ki kell derülnie, hogy itt milyen utasítás lesz. Ezt gondolhatjuk hátrányunk előnek egyébként, mert szerve oldalon RESZ-be tennél és ugyanúgy le kezeljük ezeket a dolgokat, csak ott magára a HTTP header-re HTTP method-ra fogunk állni. És arra figyelünk, itt a mutation nevéből fogunk megmondani azt, hogy mit kell csinálni. És van a subscription, aminek ugye nem azt mondom, hogy a RESZ-en nincs párja, mert nyilván meg lehet oldani, non-callinggal, illetve a HTTP-ben már ugye ott van az, hogy nyitva lehet egy, vagy websockettel meg lehet oldani ugyanezt, és a normál, tehát websocket nélkül is egyébként lehet ezeket a
hogy a feliratkozásokat kezelni, és hogy a szerve, vagy akár HTTP-t, szerve push, ott vannak, és körülbelül ennek felel meg a subscription-ot. Ami nem csak azt eszi lehetővé, hogy a frontendet reaktívan írjuk meg, és tényleg az az érzetünk legyen, hogy mindenre rendesen reagál, hanem azt is meg tudjuk oldani, hogy ha én a saját gépemen valamit változtatok, akkor az az összes többi gépen, vagy összes többi csatlakozott ilyesnél körülbelül real-time megjelent. Ezt azt hiszem 3 évvel ezelőtt a Firebase volt az egyetlen technológia, aki meg tudta csinálni. Ehhez most már nem kell Firebase-t használni, hanem saját magunk az akkordó segítségével teljesen úgyhogy ilyen továbbfejlesztéseket látok, amit egyébként szeretnék majd valahol valamikor kipróbálni. Egy e-commerce-nél, egy subscription-nek annyira még nem találtam meg a helyét. Érzem, hogy van, de még nem tudom pontosan azt, hogy hol lesz ez a hely. Nem. Tehát igazából mi viszonylag statik értéken kell. Robotokkal dolgozunk, tehát tényleg webshop. Tehát, hogy így ezek, amiket mi építünk, itt maximum az ár lenne az, ami meg a készleti információ, viszont ezt jelenleg azzal a módszerrel hidalik át, hogy minden egyes szinte bármi történik az oldalon, tehát minden alkalommal frissítjük. És igen, most, hogy beszélünk róla, az egy jó ötlet, hogy ezt hosszú távon majd próbáljuk. Úgyhogy így. 100 000 Igen, az mondjuk igaz, hogy viszonylag nagy változások. Így azt hiszem, a csúcs, az a Black Friday, illetve inkább ázsiai területet dolgozunk, ott az egyik legnagyobb vásárlási nap, az a Singles Day, november 11-e, és ott azt hiszem a Northwestingünk az egy ilyen 50 000 konkurens lekérés síg nem halt el, mert és azt nem lépte át ez a körülbelül 50 000 konkurensre kérés az alkalmazás, de hogy azt hiszem, hogy a 24 óra alatt, amíg a promotion ment, egy ilyen, hiszem, 10 millió lekérés biztos, hogy átment ezeken a rendszerek. Akkor még már meg volt a felfelelődés? Igen. Előtte is mentek ezzel. Volt. Tehát, hogy voltak olyanok, hogy kiesett a szolgáltatások megférve. Ez egy ilyen ekkora promotion, mert nagyon-nagyon vállalhatatlan. Úgyhogy így voltak ilyen irányok, és többek között ezért is volt az, hogy folyamatosan próbálunk meg áttérni arra a megoldásra. Először úgy nézett ki, hogy a különböző boltok, egyébként egy nagy cégről van szó, hogy több márkát nyitottak, és minden márkának van saját webshopja. És először az létezett, hogy ahogy vásárolta fel a márkákat, mindenkinek meg volt a saját. Akkor kezdődött el az a törekvés, hogy mi volna, hogyha lenne egy közös webshopot, amit mindenki használ, és akkor így szépen elkezdtünk áttérni a Magento nevezetű e-commerce PHP-ban írt webshop rendszerre. És ez így egészen jónak bizonyult, egészen addig, amíg az első voltnak el nem jött az első nagyobb promotionja, és gyakorlatilag így eléggé szakadozott a promotion. A megoldás, és akkor jött az a
megoldás képbe, hogy nagyon úgy néz ki, hogy ez a magánfogó nem bírja a nagy terhelést, viszont ha már belefektettünk, akkor mi van, hogyha valami más megoldás után néznénk, akkor lett az, hogy akkor választjuk le a magánfogóval a frontend és használjuk a magánfogó kapitányt. És külön a frontend, sokkal jobb. Tehát így a következő évben már kevésbé át. Ugye itt alapvetően az van, hogy győződik egyébként, hogy szervezzel rendőrben nem viszont. Tehát akárhányszor találkoztam szervezzel rendőrben, igen, ha visszatudunk az elejére a mondatónak, hogy mi is használunk szervezzel rendőrben. De mindjárt elmondunk, hogy mi alapján működik a mi szervezszerben működünk, és miért mondjuk, hogy nem hiszed a szervezszerben működünk. Az, hogy dinamikusan az adatnak megfelelően rendeljünk ki minden egyes oldal, minden egyes kérésre, és adjuk be a templétben a megfelelő dolgokat, ez egyébként a legtöbb esetben szerintem nagyon-nagyon előforrás. És mielőtt frontend fejlesztő lettem, én dolgoztam PHP-val, és általában, hogy a performanciás is meg volt, az mindig abban a templétünk környékén volt. Tehát nem ott volt, hogy most a logikán volt a lassú, vagy május következő, valahol a templétünkben volt valami, aminek nem lehet volna szabadott lennie. És egyébként ez szerintem egy viszonylag kommunis súg, hogy itt követjük el a legnagyobb problémát a templétünk. És mi az a szervezet rendben, mondjuk mit csinálunk? Alapvetően mi nem azt mondjuk, hogy dinamikusan kigenerálni ez a tartalmat minden egyes lekérésnél, nem, mi csak az első lekérés. Az, hogy SEO szempontjából az oldal úgy töltődjön be, ahogy meg kell jelenteni. És ez ugye egyszer megcsináljuk, és onnantól kezdve az a kommentésben. Hogyha változás van, nyilván akkor az update-i, de mint mondottam, viszonylag statik dolgokkal dolgozunk, általában pont egyszerű változással a különböző megjelenített oldalakon. Igen, viszonylag nagy lesz a cache-ünk, mert mondjuk azért a különféle listázásoknak a cache azok ott lesznek, de úgy voltunk vele, hogy ezt nem éri azért, hogy egy gyors és SEO szempontjából megfelelő szintű. Említettes, hogy a mennyiből vesz rendszerre, ezt elég biztos kontinálatot, és hogy ezzel igazából a beismert a kérdésítettünk. A kérdésem az, hogy van átcsak veszem endpointot, ezt nagyon konfigurál a dátájában, tehát hogy mennyiből volt nálatok visszajöntsen minden együtt. Visszajöntsen mindennel együtt? Tavaly, ha jól emlékszem, visszajöttünk a karácsonyi szünetből, és akkor fogadott minket a partnerünk, hogy megjött a nagy áttörés, GraphQL-t fogunk használni. Az első kérdésem az volt, hogy bárki megnézte a korábban. Nyilván nem, mert így semmi ilyesmi nem volt benne. Se ők, semmi nem tudtuk azt, hogy hogyan és mintáljuk neki a dolgoknak. Nyilván jött ez a felméréses időszak, hogy lássuk azt, hogy mit tudunk előre kihozni. És azt mondom, hogy a szerver oldalon egészen jól haladtunk. Tehát, hogy a szerver oldal most mindennel együtt egy viszonylag komplex logikától, meg sok endponttal rendelkező GraphQL-t. Szerintem az összes belefektetett munkánk az egy ilyen kutatásra mindennel együtt a szerver oldalon 4-7 volt. Kb. A szerver oldalon. Igen, tehát nyilván mindenki egyszerre tanulta, itt ez akkor még azt hiszem ilyen 6 fős volt a csapat. Tehát, hogy így, igen, hogyha ez egy főre levetítve, akkor az olyan 24 hét, fél év mi munka. Voltak olyan hibák, amik ilyen első beállítások hibák, amik jó találkozók is volt, hogy ezt megpróbálnak.
Server oldalon nem. Frontend oldalon. Frontend oldalon voltak nagyon-nagyon nagy elképzelésbeli hibáink, illetve mi React-tal dolgozunk ezen a projekten, és akkor a React-ban például a React-kukok még nem álltak készen. És amióta vannak React-kukok, szerintem egyre gyorsabban mennek ezek a megoldások, viszont ott voltak olyan félrement gondolkozásaink, hogy kaptunk egy query nevezetű komponást, amibe meg tudtuk adni ezt a GraphQL template-ben megírt szöveget, és ő az alapján összeállította nekünk a query, és ezt a csirkén komponensünknek nagyon szépen átadta. És ebből kitaláltuk, hogy csináljunk úgynevezett widgeteket, és próbáljuk meg így használni a GraphQL-t. Utána jött az a probléma, hogy ez, ami egy query kellett egy darab lekérés, ez tökre jól működött. Igen, amikor már kettőt kellett egymásba ágyazni, az így, hát már kezdett döcögni. És leginkább azért kezdett el döcögni, mert ha az egyik változott, akkor másikat is elkezdte renderelni ide-oda, és egy ilyen néha ilyen callback kell szerűségbe, illetve rendering ciklus, vagy rendering végtelen renderekbe futottunk bele. Szóval voltak ilyen problémáik. Úgyhogy az így nagyon-nagyon... Hát, hogy őszinte legyek, nem vetettük el, mert mentünk vele a productionbe, de nagyon-nagyon nem értettem egyet vele, hogy így kellett menni a productionbe, nem volt egy forradt megoldása. És ez annyira igazán lett ezzel, hogy eltelt azóta fél év, kint van productionben az oldal, és elkezdtük, pont a mai napon kaptam az infót, hogy elkezdtük átgondolni az egészet, és tényleg elmegyünk a reaktunkot irányába. Mi a jelenlő projektünket, ezt körülbelül június-júliusban kezdtük, akkor sem voltak még meg az ismereteink a reaktunkokról, ellenben szeptemberben így jött ez a nagy felismerés a reaktunkok, és úgy éreztük, hogy még nem állunk annyira rosszul a projekten, hogy ne kezdjünk erre faktorálni. Senkinek nem ajánlom, hogy a projekt előfizetén azt látja, hogy van egy nagyon jó új technológia, helyen kire faktorálni. Ezt még egyszer nem engedjük. Ezt így. És még egyszer engedjük. Igen, de most már erősebb lennék. Ezt én például így megtanultam. Hát, hogy is mondjam, a csapatnak a morálja az úgy visszaesett egy tízest legalább. Kb. Tehát, hogy így a békösséggel alá került a csapat morálja, mert amit eddig tudtunk, azt így dobjuk ki a kukába, így a különböző higher order komponensekkel cseréljük le erre. És a másik, amivel nekem így meg kell üzenem, az hogy elég sok a junior. És a juniorjainknak ez talán a második olyan élesebb projektje, és az első olyan, amit így úgy éreznek, hogy itt van menedzserve. És hogy rajtuk is van nyomás, hogy döntéseket hozzon. Tehát ez teljesen hazavárta őket, hogy a projekt közepén elkezdünk el fakulálni. Hogy még egy rendet, hogy meg tud adni a visszatérő értékesítésait, és hogy pedig csak olyan bármit lehet még egy komplexetikus? Igen. Akkor szóval erről, hát én hogy mondjuk, hogy mondjam, hogy ez az, amelyik az ötömben kommentálja az én custom user objektemet? Elhal és visszaad egy, tehát például, most így meg tudom. Miért mondod, hogy szervekem egy is? Miért elhállak? Ja, mert hogy itt félbe hagytam a dolgokat. Jó, nem kezdem át leírni. De igazából ugye mind az input, mind az output sírusozható, és az egyik az már ugye runtime hibádó nagyjából ilyen 500-as server error alatt, hogyha resten megcsinálod, akkor egy annak megfelelő hibát. Egyébként ezt a GraphQL-ben lehet kezelni, hogy ilyenkor, hogyha hiba van,
akkor választ szeretnél visszaadni, és abban error message-ként eljuttatni a válaszodat, vagy hibás fejlétszer küldeni a választ. Ezt azért érdemes egyébként tudni, mert nekem például az nagyon nehéz volt megszokni itt a RESTről GraphQL-re való átállásnál, hogy nem, tehát nem elég azt mondanom, hogy a lekérésnek a kegycsárdába vizsgálom le, hogy hiba történt. Ezt a RESTen tökre jól megszoktam, hogy minden egyes kliensemet használtam, hogy ha nem 200 okot kap vissza, akkor az a kegycsárdába megy. Legtöbb helyen. Úgyhogy, de 400-500-ban ugye ezek mindig elmondálnak. Na, ez nekem nagyon nehéz dolog szokni erre. Mert hogyan konfigurálni fel? Ne halljon el az alkalmazás. Tehát mindig 200 adunk vissza. Igen, van egy olyan plusz komplexitás, hogy le kell csekkolni, hogy van erről messzikében. Ez megint az, hogy lehet vitatkozni, hogy a területben. Ugye, hogy a mutációknál a javaslat, amit módosítottál, annak módosítottál ezt a változatot jöjjön vissza, ami azért jó, hogy rökmányokat kér sem, hogy rökmányokat ellenőrizni, hogy jó volt a mutációkat használni a kérdettel. Illetve a másik, az meg az, hogy tudsz ilyen diszkrétumunk is, csak ugye nyilván, hogy fejszőktől beszélnek, ahol a használható, vagy ez a típus, vagy ez a típus, és akkor visszajön megnézni, hogy ez a típus volt. Igen, akkor az alkalom, ez a típuson, nem, akkor még nem típus. Vagy ha nagyon funkcionális szeretnél lenni, akkor még egy ilyen vajdonáltal meg tudod csinálni, hogy visszajön vajdonálisan, vagy egy értéket találsz. Igen. Úgyhogy így. Így működnek a dolgok. Mi volt még, amire így érdemes tudok jelenni? Migrációs kérdés? Legfeljebb azt mondom, hogy nem tudom megválaszolni. Volt. Szerintem volt. Viszont ilyen erős két megoldás van. Az egyik az az, hogy meghagytuk a régi megoldásunkat. Egyébként változatosak ezért az is az volt, hogy nem az zöldmezősen kezdtük a projektet, hanem a projekt közepén voltunk, két hónapról szállítás alatt előre. Nyilván csúsztunk egy hónapot, amiért a közepén elkezdtünk megfelelően váltani. De úgy volt, hogy amit még nem migráltunk át az egy endpointra, a régi megoldásunkat használtuk, és ez így kb. Párhuzamosan lehet. Néha autózókért is felmutatást lépte, amelyeket használjuk. És akkor a RESZ-es lekérdéseknek az ilyen modulerben van, akkor a szabálytai esidával jól? Így van. Ha, és akkor ez egy akart kivezetőbe, hogy vagy nem maradt a hangráv kivezetőbe is, azt mondjuk? Volt, ahol igen, volt, ahol nem. Alapvetően onnantól kezdve, hogy GraphQL-re váltottunk, a ritációt például megpróbáltuk kiírni a kódba. Ritax az kinek ismerős? Jó. Ritax az egy state management. Ugye azt mondjuk, hogy ha használjuk a Ritax state manager-t, akkor single source of truth-nak tekintjük, és minden ebben kell bele. Ellenben, hogyha a GraphQL-t, az Apollo GraphQL implementációját használjuk, ennek a kliense tartalmaz egy saját cache-t. És ha van egy cache-re, amivel az összes adat, amit a szerverettől jön, és van egy olyan state manager-e, amit a frontend-en való összes adatodat tartalmazza, két dolgot lát, csinálhatsz. Vagy színben tartod a kettőt, ezt nem tudom. Tehát, hogy ezt annyira rossz ötletnek gondoljuk, hogy ki se próbáltuk. Vagy elkezded az egyiket elvenni, nyilván, amiben a frontend state-jeid van. Ez jelenleg nálunk úgy néz ki, hogy nem álltunk át a GraphQL teljes state managementjére, hanem ami adat backendről jön, annak a state managementjét a GraphQL végzi, minden más olyan helyen, ahol state managementnek kell
Otridaxon, és egyébként most, hogy elkezdtük a lukokat átírni, így egyre inkább állunk át a kontextben menedzsel saját state-ekre, és próbálunk a Otridaxtól elszakadni. Egyetlen egy olyan dependenciánk van, ami még a Otridaxon épül, az a Otridaxon. És ha arra leszülünk, hogy ezt ehhez megfelelő más megoldást megtaláljuk, hogy megvédjük saját magunk ugye azokat a kontroll komponenseket, akkor majd áttérünk hosszú távon erről is, és igazán van nekem az a tervem, hogy hosszú távon nyilván az egyébként 2-3 éves ciklus lesz, a Redux tudott teljesen megszabadulni a alkalmazásokat. Ez a kessel kapcsolatban a kérdésem, ez teljesen automatikus. Igen, tehát... Ami pont pedig fel egy hamárgal alkalom, valamivel kapcsolatban, de van egy függő kiérésem, és egy másik vonal pedig lekérdezik fontos megfordulatok, amiről frissíteni akarok. Ezt így tudni fogja, hogy a legfrissebbet kapja, vagy ez majd egy függ szól neki, vagy ez hogy zajlik. Vagy tudom invalidálni, vagy ha jön a kiérés, akkor már ne használjátok. Nagyon-nagyon jó a kiérés. Így győzni megmondta, hogy most gondolkodom, hogy szerintem ilyen problémában nem nagyon futottunk be. És elmondom azt is, hogy ugye miért. Mert van egy olyan megoldásunk a mutationoknél, hogy van egy olyan visszatérő értéke minden egyes mutationnek, hogy egy fetch. Nem. Az a másik, segítsem a mit kell fecselni, igen, tehát hogy meg tudod adni, hogy melyik feliket kell frissítened azután, hogy ez a mutation lefutott. Tehát alapvetően elméletileg nehéz abban a szituációban belekerülni, hogy egyszerre módosítasz valamit és le is kérsz. Úgy csinálod meg az egész alkalmazásodat, hogy mutation után megmondod, hogy ezt mindenképpen frissíts, mert ez változott. Úgyhogy ezzel is így meg kell barátkoznunk, hogy ezt így megkapjuk, és nem kell azzal szenvednünk, hogy ezt szinkronba tartsuk, hogy éppen mit fogjuk írunk, és minden egyes utó mutation is leri visszaad egy loading state-et, hogy éppen mit csinál. Ezt egyébként legtöbbször elég a true false visszatérés érték, de úgy is be lehet állítani és konfigurálni, hogy a network adatokat is, hogy éppen hol tart a network processbe, nem mutassa neked, ha az van szükség. És akkor minden triviális false is, különös, de hogy például a feltöltött médiát kizárjunk, tartalmazni, nem. Tehát, ha ilyet szeretnék kezelni, akkor használj CD-t. Tehát a médiát azt mindenképpen CD-en berak, és a GraphQL-ben a URL-t küldjél a médiáról, és különösen azt a médiát a CD-en berak. Tehát én nagyon-nagyon nem javaslom azt, hogy bármilyen médiát használjuk a GraphQL-en keresztül szedjél. Ezt ugyanúgy, ahogy a RESTen keresztül sem szedjél. Tehát ez felfele. Igen. Ez itt úgy átcsoló. Föl lehet tölteni. Ugye igen. Tehát általában részletem még jelen, de olvassa többi. Egyébként, ha jól tudom, föl lehet úgy is paraméterezni a GraphQL-t, ezt így valóban nem próbáltam, hogy a form adatait fogadja, és abból dolgozza fel, de legrosszabb esetben elég az egy express, vagy valami kis szerver, ami földolgozza neked ezeket a kérdéseket, és abból alakítja át, hogy megadja a dolgokat. Nem tudtunk fel sem. Ó, profilba szölthetnénk, de minden. Úgyhogy így. Igen, tehát, hogy amit mi dolgozunk, az ugye nem egy admin page. Tehát nincsenek ilyen dolgok, hogy ezeket fel kell tölteni. Nekünk tényleg olyan szempontból
más a feladatunk, hogy nekünk tényleg inkább megjelenítésre van dolog. Úgyhogy ezen mondom, hogy nekem ezzel nincsen tapasztalatom. Azt hiszem, te vagy most ilyen gyakorlat szintén, ha használsz. Ami nálam kerüljük, azt tényleg most is csináljuk meg, hogy szintünk, hogy én definiálok a mezőt, és aztán még elkúrulok a folyamat. Igen, tehát ez kell minden. Van még bárkivel bármilyen kérdésem? Én tudom, hogy mit is kérlek, hogy ez mennyire mondjuk, hogy mennyire második idő most. Úgyhogy konkrét, nem tudom, hogy D-től, mire akarszik közlekedni, hogy az adatszáj közöttét, hogyha ott van egészen az átvételben minden, hogy hányit is törjük fel azt, hogy a DB-től kapom vissza, hogy ez ki egy ilyen felkörülés, hogy ez ki egy alapuló ütetlél az azt felkörülés, hogy elmétették közlekedésen. Igazából kb. Pontosan ugyanúgy néz ki ennek a feltöltése, a densitásnak, mint egy resztán. Tehát kb. Ugyanazt az adat struktúrával tudom megcsinálni, annyi a különbség, hogy a mutation-ben vannak bemenni valami szerint. Tehát, hogy mutation, bár és itt vannak paraméterek ilyen inputra, és itt adod meg. Itt mondhatod azt nyugodtan, hogy ezt inputnak hívod, és erre megadsz mondjuk egy típust, ami azt mondja, hogy nem mondjuk azt, hogy input. És a book inputot meg te szépen megmondod, hogy milyen típusokat szeretnél, és hogy akkor azok lehetnek benne. És van arra is lehetőség, hogy egy fieldre megmondod optional, vagy required. Egyébként azt úgy tudod megtenni, hogy a típus után adsz egy felkiáltóját. Hogyha a felkiáltójá, akkor az required. Ugye? Jó, emlékszem. Szóval, igen. Tehát így tudod azt is, hogy melyik paraméter. Itt azt tudom mondani jó tanácsként, hogy úgy tekintsünk rá, mintha egy függvény lenne, amit meghívunk. Tehát a paraméterezését is úgy állítsuk be. Tehát az nagyon-nagyon kellemetlen, hogy 20 darab dolgot, ha beadsz, akkor azt így kezelni, hogy akkor itt mi, hogy, merre, meddig. Annyi, hogy magát az inputot objectként adod meg, tehát azt, hogy elnevezed, hogy melyik címkéhez mi tartozik, az egy fokkal jobb így a normál függvény meghívásnál, de akkor is azért, ha olyan, inkább egy saját típus definiáljál rá, és utána hív meg a... és azt töltsd fel azt az objektet. Viszont olyat is meg lehet csinálni, hogy ezek ugye az előre beállított mutation. És azt is meg lehet csinálni, hogy ezt mutation-t wrappeled egy másik mutation-nál, aminek bemenő variable-öket adsz. Tehát úgy képzeld el, hogy van mondjuk e fölött egy mutation 2-es pont, mondjuk milyen kérdés, mutation fo, aminek azt mondjuk, hogy a bemenő paramétere az legyen mondjuk egy tudjuk mondjuk ezt is global inputnak, és ez is legyen book input. És ugyanúgy legyen kötelező. Erre oda kell figyelni, hogyha például egy hasonló mutation raksz köré, és itt kötelezőként van, itt is legyen kötelező. És ezek után úgy módosítod ezt a megkérésedet, hogy ide ide annyit tisz be, hogy az input az dollár input. És innentől kezdve kapsz egy olyan lehetőséget, hogy amikor definiálod a kódban, a frontend kódban a GraphQL lekérést, ott kapsz egy plusz paramétert, és ennek a paraméternek az összes variable-t át tudod adni.
És hogyha itt egy ilyen hosszabb paraméter listán van, azt is tökre jó, hogy a föl tudod követni. És egyébként erre maga a Playground is ad segítséget. Már a felébred a gépen. Most már jó, igen. Playground is ad segítséget, és egyébként itt a query variables-ben lehet megadni. És nem csak mutationnak lehetnek paraméterei, hanem a query-nek is lehetnek paraméterei. Ez még így fontos megváltani. Úgyhogy így lehet ezeket megcsinálni, hogy akkor itt variables-be beírod, és nem kell folyamatosan ott változtatnod a teljes letérésedet, hogy akkor most ide beállítsad. Vagy a stream literába megnézni és beleírod mindig az adott részeket, hanem tényleg egy rabbitetet adsz át, és azt tudod dinamikusan kezelni. Úgyhogy ez egy ilyen számomra egyébként nagyon szeretett. Igen, őszintén megmondom, próbálkoztunk vele egy ilyen tanulóprojekten, de ennek nem néztem utána, hogy milyen az implementációja. Akkor, hogy esetleg neked van erről sorten elmesztően az implementáció, mert mit mi lesz, hogy folyamatosan a gondol, hogy mivel csinálja, lövésen nincsen. Tehát működik és kész. Egyébként tipre WebSocket forward notifying-val, de... Igen, tehát egyébként ugye maga a... Sose tudom a nevét. Csak be kell nézni. Emeltek, hogyha az apkodó szervert használod, magát, ugyanazt a technológiát a kliensen, meg a backenden, akkor ők megoldják. Tehát én tényleg az apkodóban ezt szeretem, meg általában az összes ilyen GraphQL részben, vagy GraphQL-es segéd túl van, azt szeretem, hogy ekoszisztemként működik együtt. Tehát, hogyha a kettőt együtt használod, akkor neked nem kell kitalálnod azt, hogy hogyan kell ezt szépen megimplementálni, hanem ezt ők lebírjadék egymás között. De igen, vannak ötleteim, hogy hogyan működhetne, mert ennek nem néztem. Igen, egyébként általában az ilyen dolgokkal veszek itt szokott a leginkább hasznos megoldás lenni. Ugyanúgy gondolkozni, akkor ezt csinálnám, hogy
ha amennyire tudom szétszedni az alkalmazásomat, annyira szétszedni egy kis szörviszekre, és GraphQL rekkel kommunikálni már ez a szörvizen is, és egy gépvé kapni, és ezért a szintén GraphQL, és úgy tudja hívni. Sőt, lehet, hogy egyébként az új API gépét felhúzni kisebb erőfeszítés, mint neki állni meg fog találni. Sok lehetőség van benne a valóságban. Igen, tehát hogy alapvetően nekem, ami nagyon-nagyon és mindenképpen teljesen. Tehát, hogy ez, egyébként ez az egyik legnagyobb ilyen dolog, amit érdemes belerakni, hogy legyen cache az egész anyag. Mert attól, hogy a frontend kisebbet kérlek, ha te a gateway-jel ugyanazt az adatcsomagot fogod megkapni. Úgyhogy így mindenképpen érdemes kezelésre. Így van, tehát szépen elkezded gondolni alatt a dolgokat. Nem is semmi is, ezt csináljuk. Tehát mi egyébként még a lapoldó ad egy olyan tudat is, hogy úgy hívja a lapoldó kataszorsz, és ez így nagyjából egy annyit kell tenned, hogy azt mondod, hogy a kataszorszal csinálsz egy új klaszt, és a klasszodat példányosítod, és azt mondod, hogy datasource.get, és megmondod, hogy honnan. És igazából így tudod egy REST API elépíteni, és ezért mondom azt, hogy kb. Gyorsan az, hogy egy GraphQL-be vezetsz, és elkezded cache-elni a tartalmat, és ezzel érjük a performanciákat, mint hogyha elkezdesz neki állni, akkor állni. Ez kb. Gondolkodás nélkül tudsz ezzel. Igen, tehát ez nem merek nagyobb számot mondani, ez ugye mindig az a nálunk nagyon 90%-ot a performanciának, viszont van mellékeny szerintem, amit egyik oldalon említett, hogy monitoring, tehát törzsben monitoring, stb. Ahol ugye nem tudsz cache-elni, mert az a lényeg, hogy minden onnan megérkezni az adat. Ott maximum arra tudod használni, hogy csak azokat tudod fel, amik változtak. De arra is már egy hasznos gondolatot hozzá. Ez a subscription, hogy csak a változásokat hívd le. Ez az egyik, a másiknek, hogy nálunk a projektem az volt a probléma, hogy a websocket-et senki sem szeret programozni. Viszont, hogyha már notifikálni kell, és nem kell kódoznod contentből, x idő közben, stb. Már azzal nyerhetsz másodperceket, ami mondjuk tőzsdén életben tud el. Ha te tudsz eladni, mi lesz. De tényleg tehát, hogy a tapasztalat alapján, hogy jó a működik, nekünk kimondottam a különböző join-os problémák, hogy nagyon-nagyon mennyiségű adatról van szükségünk. Rengeteg
különböző struktúrai ugyanazokat az adatokat. Erre ugye jött amit Ádám említett, hogy kis kilométer hosszú listák, amiből megjelenítettem 300 sort. Nevetségesen fölösleges adatforgalom, és egyébként ez mind szerveroldalon, mind más oldalon, egy idő után amúgy ezt tud lenni egy bitcoin. Ezt, ha neked belső hálózati adatforgalmad van, csak is kifele meg nincsen, ez már ugye nagyon-nagyon sokat tud nyomni a labda, mind idővel, mind pénzben. Tehát, hogy erre a GraphQL nem azt, hogy most real-time adatokat akarunk GraphQL-en átkaszkodni, nem tudom. Ha csak a webszaki programozásról kezdünk el beszélni, akkor lehet, hogy egy fontosabb számolásnak lehet a subscription. Ami nagyon jól, ez változott, nem a jó állítani. Igen, viszont ehhez ugye magának a frontend alkalmazásnak és a struktúráját is hozzá kell húzni, mert általában ezeknél az update-eknél nem teljes tartalmat kapsz. És fel kell elkészíteni, hogy lehetnek ilyen változások, hogy nem az egész frissül, és például nekem azzal nincs meg tapasztalatom, hogy a subscription-t használsz, az a frontend felé csak azt kommunikálja, hogy kerül ez frissül, amit mondjuk egy service-workeres megoldásra korábban megoldottál a frontenden, vagy pedig ott az egész adatot ő saját maga frissíti, ez nekem egy ilyen nagyon jó kérdés. Az akkoros lányán, ezt a lényegézőnek tehát, hogy ezt a Google-hány azt mondom, hogy régen, de az csak az, hogy nem az, hogy de elvileg tehát, hogyha a reagban indulok ki a implementációban, a reagnál a keresen efficiency, mivel egy data source-nak van, azt tudom, hogy jól emberelni, elhagyom a stack-függő szerintem nagyon fontosan a stack-függő, reagban nagyon szeretem használni. Angulára egy nagyon volt stack-függő. Angulárra se volt probléma, az Angulárra egyetlen egy probléma volt, hogy pontosan olyan problémát, egy szervizt kellett írni a felé, hogy megkérdezik egy szervizt. Vannak ebben egyébként egy nagyon, nagyon jó és elmélyedni való információk, és egyébként nem szeretnék abba döntést hozni, hogy melyik jó. Mind a kettőnek nem van a helye. Tehát például, hogyha tudom azt, hogy az én backend alkalmazásomat szerverek fogják lekérni, és egy az egyben teljes adatot szeretnék, amit én vissza tudok adni, és ezek mondjuk belső hálózatban mennek, nem érdekel azt, hogy mennyi időig fog tartani, hogy ezeket az adatokat átszintonizáljuk. Az a teljes mennyit ezek leszik. Itt ott van a kérdés, de igen, tehát nem azt mondom, de hogy megvan ezeknek is a helyük. És nem azt mondom, hogy mostantól számítjuk mindenhol a resztet, mert ez itt egy elég erős jelentés. De az, hogy egy frontender számára olyan túlokat ad a kezébe, amikről korábban álmodni zsönek, és akár 3-4 napos vitákat tud megelőzni a backend fejlesztőkkel való kapcsolattartásba, hogy de ezt csinálni meg nekem, de én ezt nem csinálom meg neked, mert ez egy 30 perces munka, ez alatt meg tudok csinálni egy új elkölt. Ne szórakozz már, hogy ezt nem csinálom. Úgyhogy így meg az van, hogy a backendes kiadja az egész kész, tehát hogy nem kell neki se jobb. Egyébként, amikor én mondom, az adatforgalmat kell csak egy adatforgalmat kell csak a performanciát kell növelni, akkor nem biztos, hogy a GraphQL-ra legyen a megoldás, viszont az biztos, hogy az adatforgalom tudjuk, hogy a mobil alkalmazás, főleg ugye a gyors alkalmazásoknak, ott a
Igazából én szerintem mindent elmondom, amit gondoltam. Tudnék még egyébként órákat mesélni azokról, hogy milyen konkrét problémáink voltak.